Kis Károlyt, a kerepesi szlovák önkormányzat elnökét köszöntöm a stúdióban. Szervusz Károly, jó estét! Szervusz, jó estét, és boldog új évet kívánok a hallgatóknak, nézőknek! Hogy hangzik ez szlovákul? Prajem vám, šťastný nový rok. Prajem vám, azt kívánunk. Kívánom önöknek. Önöknek? Új évet. Boldog új évet. Szuper. Tulajdonképpen a boldog új évről is szeretnénk beszélni, de egy kicsit pillancsunk vissza az elmúlt esztendőre. Milyen éve volt ez a kerepesi szlovákoknak, hiszen ti ezt az év vége táján, amikor egy közmeghallgatáson összegeztétek is, számba vettétek a 2016-os eredményeket. Hát dióhé van, hallgassuk már. 2016-ban gyakorlatilag azokat a célokat, amiket szerettünk volna elérni, illetve azokat a rendezvényeket, amiket szerettünk volna megcsinálni, azokat megcsináltuk, sőt, nyáron, július első hétvé szombatján volt az országos szlovák nap, amikor is átvehettük a Lami díjat. Ami pontosan amit, mit is jelent? Az azt jelenti, hogy a Pávakör Egyesület háromszor egymás után nyerte el az aranyminősítést Szarvason, és ez azzal jár, hogy megkaptuk a végleges aranyminősítést, a Pávakör, illetve a Lami díjat. A Lami díjat az országos szlovák önkormányzat alapította, és ez jelentős pénzösszeg is jár. Lami, hogy ezt értsék azok? Lami István Pista bácsi volt egy nagyon kedvelt muzsikus, énekes, és a szlovák daloknak a hagyományőrzője. Értem. Jó, hát ez egy nagyon fontos eredmény. Azon kívül megtartottuk ugye a 15. Nemzetközi Nemzetiségi Fesztivált. Itt voltak szlovák barátaink a Sobodokról, illetve Oroszhegyről a székely gyerekek. Jó, hát eközben meg azért a hétköznapokon is ugye működött így van. Maga a Pávakör Egyesület, és tavaly is volt szlovák disznóvágás, nem? Tavaly volt, igen. Február elején, aztán február 6-a környékén volt, igen. Idén is lesz? Hát idén még nem ültünk össze megbeszélni. Elvileg igen, de 19-én tartunk egy testületi értekezetet, és akkor ott el fogjuk dönteni, hogy igen vagy nem. Értem. Jó. A tavalyi évről tudunk-e még valami fontosat mondani? Hát több fellépésünk volt ezen kívül is. A Pávakör több helyen fellépett, illetve hát voltak ilyen közös megmozdulások is a többiekkel. Uh-huh. Úgyhogy hát a térségben... én azt hiszem, hogy a szlovák év tavaly aránylag jól sikerült. Uh-huh. Most ugye mondtad, hogy 19-én lesz majd ez, amikor az éves feladatokat meghatározzátok, de azért valamiket mondjunk erről, mert hát hiszen fejbe biztos már valamiket szeretnétek. Hogyne. Hasonlóan az előző évekhez, azokat a törzs programokat, amiket eddig csináltunk, azokat végigcsináljuk az idén is. Viszont szeretnénk elindítani egy szlovák nyelvi képzést, gyakorlatilag így házon belül. Tehát azt jelenti, hogy elég nagy igény van a Pávakörben táncoló és éneklő ifjabb generációnak, illetve középgenerációnak ez a az olyan 30-tól 45-ig generáció igényli, hogy értsék azt, hogy mit énekelnek, miről verselnek, stb. Hát egyébként így kezdődik a nyelvoktatása iskolában, óvodában is, hogy előbb énekelgetünk, táncolgatunk, mondókákat mondunk, majd egyszer csak... Kíváncsi, hogy mit is mond. Bár a kis Nebulónak havar rá igénye, ha nem, ő azért meg fogja tanulni, megkapja a nyelvoktatást, itt meg viszont akkor önként. És ezt hogy lehet elképzelni, ha ez így házon belül, ahogy mondtad, történik, hogy hívtok nyelvtanárt? Igen, ezt... igen. Kerepesen volt szlovák nyelvoktatás az általános iskolában is, még egy ilyen 10 évvel ezelőtt, csak olyan kevés volt rá sajnos az igény, hogy aztán gyakorlatilag ez abban maradt. És azt a tanárnőt szeretnénk elhívni, ő a Szabóni Tóth Katalin, aki most már ugye nyugdíjas, de előzetes megbeszélések alapján el fogja vállalni ezt a
Hát ő az, aki a Kistarcsai társad, így kollégád. Van, így van, Kistarcsai Szlovák önkormányzatnak az elnök asszonya. Sőt, ugye ennél több is, mert hogy a megyeibe, vagy az országosban is van. Ő az országosban van. Én vagyok a megyeibe. Aha. Jó. Hány főről van szó, akik ezt így szeretnék? 8-10. Aha. 8-10. Nagyon aktívak, legalábbis nagyon érdeklődőek, hát majd kiderül, hogy mennyire lesz ez eredményes. Én nagyon kíváncsi vagyok rá, meg nagyon szeretném, és forszírozom is ezt a dolgot, hogy tanuljanak. Igen, azt is hallottam, hogy idén is kiemelten szeretnétek foglalkozni a nagyjából 300 évvel ezelőtt megkezdődött át- vagy betelepítésről, ami ugye a török kuruc idők után elnéptelenült kerepes újratöltéséről szólt, ha szabad ezt a kifejezést használni, hát szlovákokkal, németekkel. Mit gondoltok, milyen programokat terveztek ezzel kapcsolatban? Hát egyik fő témája lesz a 16. Nemzetiségi Fesztiválnak is ez a 300 éves. Nem tudjuk pontosan meghatározni, hogy mikor. Megvan nekünk ugyan a kerepes származási könyve, ahol 1710-ig visszamenőleg megvannak a születések, keresztelések, egyebek, halálok dokumentálva, de pontosan, hogy mikor jött be az első szlovák család, illetve az első szlovák családok, azt tudjuk, hogy Grasalkovics gróf hívta őket. És tehát még, hogy is mondjam, a törökök kiűzése után már megkezdődött, mert amit te mondasz, az a szatmári békekörnyéki időpont, igen, ameddig megvan, tehát már akkor kuruc időkben is éltek itt akkor a szlovák családok? 1713 és 18 között valamikor, tehát akkor jöttek be. Egyébként megjelent most egy nagyon érdekes könyv, amit Aszódi Csaba András és a kollégája készítettek, ez a Völgyeink Gyöngyei című könyv. Az Országos Szlovák Önkormányzat elnök helyetteséről beszélünk, Aszódi András, nem? Ő nem ő, ő a Pest megyei Szlovák Önkormányzatnak az elnöke. Ezt akartam mondani. Igen. De korábban alelnöke volt. Igen, ő volt alelnök valamikor. És Kerepesen is járt a rendezvények. Így van, így van, így van. Ez a könyv 17 dolina, vagyis a Pestvigyi Szlovák Egyesületnek a településeit mutatja be. Csömör, Isaszeg, Kerepes, Kistarcsa, Nagytarcsa, Rákoskeresztúr, Pilis, stb. Nem akarom végig sorolni. Gyönyörű ez a Ecser. Gyönyörű a könyv, rengeteg fényképpel és dokumentummal, Kerepes is 8 oldalon keresztül szerepel. Nálam ez a könyv elérhető, tehát hogyha valaki szeretné ezt a könyvet akár megnézni, akár megvenni, nálam ez még lehetőség van rá. Igen, az évre tehát valami módon rányomja a bélyegét majd ez a, igen, ez a 300-as évforduló. Azt már említetted, hogy majd a Nemzetközi Nemzetiségi Fesztivál központi témája is lesz, de hát ezzel kapcsolatban akkor történnek-e az év során további kutatások, keresgélések, igen, mert hogy azt gondolom, hogy elég sok szlovák van, akik be tud kapcsolódni ebbe a kutatásba. Így van, részben a kutatásokban, részben szeretnénk egy kicsit a fesztivált is egy kicsit változatosabbá tenni, illetve csinálni egy UNESZ szlovák lapot. Tehát ami csak a kerepesi szlovákságról szól. A fesztivál is gyakorlatilag, ez nemzetközi és nemzetiségi fesztivál. Tehát nem csak a szlovák nemzetiségről szól, hanem itt vannak a németeink, itt vannak a cigányaink, stb. Tehát ebbe ők is részt vennének. Ezen a szlovák napon viszont ez csak a szlovákokról szólna. És az mikor? Egyelőre még konkrét dátumot nincs. Inkább nyáron, inkább összeinten. Nyáron, tehát június magasságában. Június magasságában valahol az iskola végzés előtt vagy után. Aha. Hát ez itt egyébként a környéken volt az elmúlt évben is, tehát szlováknak, ha jól emlékszem, Bánk környékén, vagy Bátrában? Bánkon volt, tavaly a Bánkin, ott gyakorlatilag a
szlovák tót esküvőket, ruházatokat és egyebeket mutatták be. De Kerepes is nagyon... De ti csak jól... kerepesi szlovák napot akartok? Igen, vagy pedig, igen. Ne, ez csak kerepesi csak lenne. Kerepesi ez csak kerepesi lenne. És kik a meghívottak? Tehát így a városnak tartanátok ezt akkor? Kerepesi szlovák önkormányzat szervezné, és a Dolina, tehát maga a pestidéki szlovákok lennék a fő meghívottak. Tehát ez egy olyan rendezvény lenne, amit beillesztünk a Dolina programjába is. Jó, soroljuk tovább, mi lesz még? 2017. Hát ahogy szoktuk, minden zöld csütörtökön, tehát húsvét előtti csütörtökön lesz az úgynevezett hagyományos Kálvária zarándoklat. Ezen kívül... Ami a templomhegyre? Igen. Igen, ez egy fáklyás felvonulás, illetve egy gyertyás felvonulás a Kálváriára, miután a templomba gyakorlatilag oltárfosztás történik. Ez egy liturgiai dolog, de hát utána, a Szent Mise után megyünk föl a Kálváriára. És mit jelent a zöld csütörtök? A zöld csütörtök az azt jelenti, hogy azon a napon zöld dolgokat kell enni. Tehát zöld bab, zöld borsó, és egyéb ilyen zöldséges dolgok. Ha, értem. Úgyhogy lesz erőt felmenni a Kálváriára, de mindegy. Lesz. Még a disznóvágásból el kell rakni egy kis garakolvást, hogy legyen erő. Persze. Jó. Mit tudunk még a 2017-es esztendőről? Hát ezek a fő feladatok, tehát maga a nyelvoktatás beindítása. Nagypénteken általában Kerepesen még nem vezettük be, Ecseren és Csömörön már igen, hogy megmosdanak a patakba. Hát lesz rá azért, mert hogy nagypéntek ugye állami ünnep, illetve hát munkaszüneti igen, nap. Igen, munkaszüneti bocsánat. Nap lesz. Lehet, tehát ezen még gondolkodtunk, ezt nem döntöttük be, hogy Kerepesen is bevezetjük-e ezt a szokást, mert az én szüleim engem mindig nagypénteken leküldtek a forrásra hozni friss vizet, és abba kellett megmosakodni. Itt most arról van szó, hogy a Szilas patakhoz levonul a nép, és ott egy ilyen közös, mint hát igen, mint Indiában, most meg kell keresni azt a Szilas patak szakaszt, ahol ez megvalósítható, mert az igazság, hogy ez nem nagyon megközelíthető. Hát a templomhegy alatt azért van egy kis pocsolya, tehát annyi víz biztos lesz, hogy annyi van. Bokáig bele lehet állni. Persze. Hát nagyon sok sikert kívánunk hozzá, remélem, hogy jövő ilyenkor már tudsz hozni magaddal valaki olyan fiatalt, aki ez évben, vagy igen, jövő ilyenkor, ez év végén, vagy jövő év elején, tehát olyan fiatalt, aki most a nyelvoktatásnak köszönhetően már szlovákul is tud velem beszélgetni. Bár én nem tudok még egy bukót sem. De viszont szláv nyelveket, mivel beszélsz, ezek megértik egymást, a szlávok megértik egymást, ha akarják. Akkor kívánjunk még egyszer szlovákul boldog új évet és viszontlátásra. Szesztino vírok, a tovigyenja. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, én is.